Köszöntök mindenkit a Digitális Témahét újabb webináriumán. A mai előadónk Hertlen Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem mesterpedagógusa és Fizikai Kísérletek a 21. században című előadását fogjuk most hallani. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon remélem, hogy nem sokat fogok bénázni itt az előadás között. És akkor ez a lényege, hogy most megpróbálom kitalálni, hogy mit szeretnék megosztani veletek önökkel. Ha minden igaz, akkor most úgy tűnik, hogy a prezentációt elindítom. Tehát akkor 21. században, fizika kísérletek a 21. században. Az a lényeg a dolgnak, hogy kezdjünk is ennek rögtön neki. Valamikor a 20. század elején ezekkel az eszközökkel, ilyen típusú eszközökkel dolgoztak az iskolában, hogy ezek voltak a hagyományos palatáblák. Ezek a palatáblák már egy picit megváltoztak, nem nagyon, csak éppen ennyire. Az alakjuk hihetetlenül hasonlít, de azért ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogy sokkal több minden van benne. Ugye, az oktatástechnikai eszközöket nézzük, akkor szerintem egy mindenki által sokak, de az idősebb generáció, a régenerációnak biztosan jól emlékszik még az episzkópra. Ezzel a tankönyvet lehetett egy nagyon sötét szobában, vagy valamilyen könyvet lehetett kivetíteni reflexiós módon, és azt azért tudni kell, hogy ezek után közvetlenül, vagy ezekkel egy időben jelentek meg az írásvetítők, az overhead projektorok, amelyeknek ugye már sokkal nagyobb volt a fényereje, de ezeknél határozottan egy átlátszó fóliára lehetett vetíteni. Aztán ugye ezeknek meg volt a maga hangulata ezeknek az előadásoknak. Azt nyugodtan lehet mondani, hogy a kép is sugallja azt, hogyha ezt valaki jól csinálta, tehát professzionális módon fölkészült tanár volt, akkor azért ezeknek a előadásoknak, ezeknek a foglalkozásoknak meg volt a maga atmoszférája. Meg volt a maga hangulata, ettől egy kicsit másabb, tehát igazából így is lehet tanítani, én elsősorban fizikára koncentrálok, tehát hogyha megnézi valakit nagyjából természettudomány, fizika vagy valami műszaki tudomány van ezen, de hogy azért ezt valaki végigjegyzete, végigírja, azért világos, hogy ez ma már nem modern. A modernség az körülbelül ebből az irányból jön elő, tehát gyakorlatilag az előadóteremnek ismételten megváltozott a hangulata, megváltozik az előadónak is, az előadótól elvárt, hogy is mondjam, attitűd, viselkedés, és hát a gyerekeink kezében is ugye egészen más hangulatú egy ilyen óra, mint amit mondjuk még nagyjából, hál' Istennek azért ma még talán nem annyira jellemző nálunk. Ugye, hogyha megnézzük, hogy mi a fejlődés, és mihez kell nekünk tanároknak fölnőni, akkor nézzük meg úgy szépen lépésről lépésre. Azok a változások, amikről szeretnék beszélni, azok nagyjából akkor indultak el, amikor a telefonálás levált a vezetékről, és elindult a vezeték nélküli telefonálás. Ugye a vezeték nélküli telefonálásnál, hogy óvatosan fogalmazzak, a tárcsa, már az a mechanikus tárcsa az eltűnt, hanem helyette jött a nyomógomb, és ha már nyomógomb jött, ugye jött annyi nyomógomb, ahány nyomógomb ugye egy telefonon szokott lenni, akkor azon már ügyes módszerrel lehetett SMS-t is küldeni. Ugye ez volt az első olyan válasz, vagy az első olyan változás, ami a telefont igazán megváltoztatta, mert ahhoz, hogy az SMS-t az ember elküldje, kellett egy display is, tehát tulajdonképpen a telefon, amiben kezdetben valacsak egy mikrofon volt, és egy hallgató, meg egy tárcsa, és ezek nagyjából azt lehet mondani, hogy minden analóg volt és mechanikus ebben a körben. Ugye ekkor elkezdődött a digitális forradalom, mert a képernyő az ugyan ilyen pixelekből állt, hogyha valaki emlékszik, hogy ezek azok a háttérvilágításos LCD képernyők voltak. Azt lehet mondani, hogy ugye ahhoz, hogy az ember már vihette magával a telefont, ez egy nagyon fontos dolog volt, ez úgy is mondhatnánk, hogy pillanatok alatt szinte mindenki megszerette. És ezzel együtt megszerette, nem is akarta elengedni maga mellől, és akkor, ha már úgyis ott van mindig az embernek a kezében, akkor olyan lett ez, mint egy jó svájci bicska,
És ez a sok svájci bicskának, aki ismeri ezeket, akkor mindig kinyit az ember egyet, és akkor egy újabb funkció jön elő. Én láttam olyan svájci bicskát, amit az egyiket oldalt kinyitott az ember, és egy pendrág nyílt ki belőle. Tehát már az is megjelent, a körömmoló, az a reszelő, a mindenféle egyéb szerszámok mellett. Így elkezdett bővülni ez a mobiltelefon, és akkor belekerült egy számítógép is szép lassan. Ez a számítógép, ugye a mobiltelefonokban, ugye, ami leginkább elterjedt Magyarországon, ezek az ARM típusú processzorokkal vannak felszerelve. Ezek az ARM típusú processzorokban hihetetlen, de ma már a 11 nanométeres technológiánál tartunk, az azt jelenti, hogy a processzorunknak a szeletkéjén, amit rátesznek áramkört, az áramkörökben az alkatrészek lábai 11 nanométer vastagságú összekötő húzalokkal kötik össze, és hát azt kell mondanom, hogy ezek a processzorok ezek messze megelőzik azokat teljesítményben és tudásban is, amit 1961-ben a NASA a Holdra szálláshoz tudott fölmutatni. Tehát gondoljuk el, hogy 1961-ben volt ugye az első Holdra szállás, az akkori számítástechnika, hát még akár viccesen is mondhatom, teljesen zsebrevágható. Annak a többszöröse is. Na most akkor ugye a meglévő mikrofon mellett föl is írtam, kamera is került, ugye legtöbbször kettő is, és akkor ahhoz, hogy ez a számítógép ez kezelhető legyen, ehhez azért egy csomó olyasmi kellett, amitől ez használható lett. Például a mobiltelefonnak, ha valaki kezébe vesz és elkezdi használni, akkor rögtön lehet látni, hogy a képernyő hogy nem mindig jól áll benne, vagy legalábbis annyira áll jól, amennyire az ember ezeket behangolja. Ugye ez rögtön az első szenzor volt, amely a mobiltelefonnak a gravitációs térben levő állapotát tudta megmondani. Ez egy háromtengelyes szenzor volt, amelyik a gyorsulás értékeket mutatta meg. Itt van a kamera és mikrofon, beszéljünk egy pár dolgot erről. Hát a kamera az tulajdonképpen azáltal, hogy fényképezésre lehet használni, lehet készíteni sokféleképpen vele képet, folytonos képet, állóképet, állóképeket egymásra fényképezni, és ezáltal tulajdonképpen olyan dolgokat is megfigyelhetünk általuk, amit egyébként szemünkkel biztosan, hogy nem. Hát ahogy amivel értem, hogy érzékenyíthetjük, erősíthetjük szemünket, fülünket, és hát igazából, hogyha egy példát szeretnék mutatni, akkor itt van egy fénykép. Ez egy egyszerű kamerával, egy webkamerával készített kép, ami sokkal jobbak vannak a mobiltelefonokban applikálva, beszerelve, és hát tulajdonképpen nem más látunk, mint valami vecsés fölött elmegy egy repülőgép éppen a Ferihegy irányába. Ugye a repülőgépekről tudjuk, hogy vannak ilyen jelzőfényei, és ezek a villogó jelzőfények periódikusan megjelennek a képernyőn. A repülőgépet magát nem látjuk, de ezeket a villanásokat igen, és akkor ebből a fizika tanár már nyalja a szája szélt, hogy ilyen szép egyenes vagy egyenletes mozgás valódit nem láttam. Tehát igazából ez már olyasmit ad, amitől azt mondja az ember a fizika tanár, érdemes erre a technológiára odafigyelni. És akkor ezen a két speciális szenzoron kívül, a mikrofon és a videókamera, ezen kívül még szenzorokat beleraktak, hogy itt van egy definíció a szenzorra, olyan elem, amely a környezet jellemzőit mér, és arról információval szolgál, valamilyen fizikai, kémiai, biológiai változásra érzékeny eszköz. Én azért ezt még hozzátenném, hogy ez jellemzően a szenzor az egy villamos jelet ad, és ezt a villamos jelet a szenzorra épített környezet, ezt analogból digitálissá alakítja, és a számítógép számára megemészhetővé teszi. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az eszközünk ugye passzív környezet fizikai jellemzőnek megváltozását méri, itt van a gyorsulás, a mágneses térerő, hőfény, nyomás, ezek olyanok, hogy van benne valamilyen eszköz, annak az eszköznek megváltozik az ellenállása, vagy bármilyenféle, és akkor ezeknek a segítségével egy áramkörbe kötve analóg jelet fogunk kapni, mondjuk egy ellenállás változásra vagyunk kíváncsiak, akkor rajta áramot folyatunk keresztül, a rajta keresztül folyó áram
figyeléséből meg tudjuk mondani a passzív környezetnek, a passzív módon figyelt környezetnek a változását. Ugye ez azt jelenti, hogy például, hogyha a gyorsulásról beszélünk, a gyorsulásnál úgy van megcsinálva, hogy egy viszonylag nagyon apróra, ilyen nanométeres, több tíz nanométeres méretben megépített kondenzátorról kell beszélni. A kondenzátor egyik fegyverzete az fixen van föltéve, a másik fegyverzete pedig el tud mozdulni, és az elmozdulással a kondenzátor kapacitása változik, és a kapacitás változást tudják tulajdonképpen megmérni, hát ilyen analóg és digitális, analóg-digitális áramköröket, tehát az analóg jelből digitális csinál. Aztán itt vannak aktív szenzorok, a méréshez van már segédjelet, ugye hát itt van a közelség érzékelő, a tipikusan ez az eset, amikor ugye az ember a mobiltelefont a füléhez teszi telefonálás közben, ahhoz, hogy ne az ujjainak hatását váltsa ki az ember füle, miközben rátesz a telefont a fülével, az érzékelni kell, hogy most egy fül jön, és akkor ez a fül, ez tulajdonképpen kikapcsolja az érintőképernyőnek a funkcióját, lekapcsolja a fényt, és tudunk vele rendesen hallani. Tehát magyarán ezek a szenzorok azok, amelyek egyszerűen használhatóvá, könnyen kezelhetővé, kezesbárányát teszik ezeket a mobiltelefonokat. Ugye benne ezeket lehet leginkább találni, gyorsulásmérőt, mágneses mezőérzékelőt, környezet hőmérsékletet mér, gyroszkópot, ugye a gyroszkópokkal forgásokat lehet érzékelni, fénymérőnk van, nyomásmérőnk, közelségérzékelő. Ezek azok, amelyek a felső kategóriás telefonokban már biztosan mindegyiket megtaláljuk. Azt, hogy melyiket találjuk meg, az egyértelműen abból adódik, hogy az ember az mekkora pénztárcája, milyen igénye van, illetve hát sok esetben az emberek akkor, amikor egy ilyet válogatnak, egy telefon, ha valakinek ez fontos, akkor azt mondja, hogy én olyat nem veszek, amiben mondjuk nincs gyroszkóp, mert nekem a gyroszkóp az mindenképpen fontos. Ugye, ha megkérdezi valaki, hogy ezek mire valók, például a mágneses mező érzékelőre, ugye ez a mágneses térerő szenzorra, azt kell tudni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ha megkérdezi valaki, hogy mindennapi egyben hol van ennek jelentőség, azt kell mondjam, hogy elsősorban nem a keresztény világban izgalmas ez, hanem ugye vannak olyan emberek, akiknek más a vallása, és azok azt mondják, hogy ők, amikor imádkoznak, az csak Mekka felé tehetik. Éppen ezért aztán például a mobiltelefonban, amelyben benne van a GPS, benne van a mágneses térerőszenzor, akkor a kettő együttesen meg tudja mutatni azt, hogy merre felé kell imádkozni, ha Mekka felé szeretnénk imádkozni. Ha valaki utána néz, hogy a Google Play áruházban egy mágneses érzékelő alapú Mekka iránytű típusú szoftverből, applikációból mennyi van, hát több ezret talál az ember, feltéve, ha be tudja írni arabul azt, hogy Mekka iránytű. Tehát nem csak, tehát hogyha angolul vagy magyarul keres az ember iránytűt, az nem sokat ad, az csak még pár száz darabot, de hogyha angolul vagy arabul teszi meg az ember, akkor hihetetlen mennyiséget. Tartsunk rendet, mutatja a következő szlájd, ami azt mutatja, hogy ha a mobiltelefonunkat magunk elé tesszük, akkor a mobiltelefonhoz rögzített koordinátarendszer így néz ki, ugye magunk felé mutat a Z irány, függőlegesen az Y, vízszintesen az X-tengely, úgyhogy ebben a koordinátarendszerben próbáljuk értelmezni a mobiltelefonunkat. Ebben a mobil koordinátorrendszerben ugye lehetnek a szenzorok tud majd gyorsulást érzékelni. A gyroszkópunk, azért a gyroszenzorunk az egy bonyolultabb mozdulatot is tud érzékelni. Ugye amikor a mobiltelefonunkkal valamit akarunk megcsinálni, és nem akarunk nagyon sokat az ujjunkkal billentyűzni, akkor vannak olyan mozdulatok, amelyeket az ember elvégez, akkor azt fölismeri a telefon, és ennek a segítségével szoftvereket tud elindítani. Csak úgy félhalkan mondom meg, hogy itt a műegyetemen van egy villamos és informatikai kar, ahol tudok olyan alkalmazásról, hogy például az ember beteszi a zsebébe a mobiltelefont, a zsebbe az lehet a nadrág zsebébe, lehet a kabát zsebébe, a szivar zsebbe, szóval sokféle el lehet tenni,
a mobiltelefon a mozgások alapján rövid időnben meg fogja tudni mondani, körülbelül egy perc működést, ha meg tudja mondani, hogy az embernek milyen zsebében van benne, és ha ezek után jön egy esemény, például elesik az ember, akkor ezt a komputer érzékelni fogja, hogy ez nagy valószínűséggel esés, és akkor azt mondja, hogy van 15 másodperc, hogy megnyomja az ember azt a gombot, hogy nem. Ha nem tudja megnyomni, akkor pedig rögtön hívni fogja a mentőt, vagy például az ismerőseinket. Tehát ezek a szenzorokat ne gondolja mindenki annak, hogy ez csak egy ilyen játék, hanem ez tényleg a mindennapi életben komoly dolgokra is lehet használni. Nézzük meg, hogy egy szenzor hogy néz ki. Itt egy gyorsulás szenzort mutattam, és azért, hogy jól meg lehessen figyelni, ezért egy olyat választottam, amely egy ilyen kis mikrokontrollernek a kiegészítője, tehát ez a kis panel, aminek a közepén lehet látni a szenzort. Ez a kis panel arra jó, hogyha valaki szépen ránéz, akkor lehet látni, talán tudok mutatni, hogy ez a panelre merőlegesen ez az Z irány, ez itt az X irány, ez pedig az Y irány. Tehát tulajdonképpen arról szól a történet, hogy amikor beszereljük ezt a panelt valahova, akkor rögtön fogjuk tudni, hogy a beszereléshez képest milyen irányoknak a gyorsulásait fogja tudni megmérni. Ugye erre a gyorsulás szenzorunkra már rá van ültetve a köré rögtön egy olyan kis elektronika, amely az XYZ irányban rögtön már digitális jeleket fog tudni továbbítani. Azt, hogy milyen kódolásokban most milyen, nem menjünk bele. De ez a szenzornak a csípje 5 mm-szer 5 mm-szer 1 mm-es. Ide kivértem, hogy a működtető feszültség az ugye 1,7 és 3,6 volt közötti. A leglényegesebb izgalmas dolog, hogy tud mérni 1,5G-től 6G-ig, tehát ez azt jelenti, hogy a normál gravitáció gyorsulásnak a 6-szorosáig még adatot is tud szolgáltatni, tehát effektíve számot tud majd megjeleníteni, és mindezt másodpercenként 10 és 800-szor tudja megtenni. Tehát azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 800-szor megmondja, hogy mekkora a gyorsulás. XYZ irányban. Hát ha valaki a két áramerősség és feszültséget összeszorozza, tehát ugye mondjuk itt az 1,7 voltos feszültséget összeszorozza, amikor a 180 mikroamperrel, akkor azt is megtudhatja, hogy mindez mibe kerül nekünk elektromos fogyasztásba, tehát lehet látni, hogy ez igen kicsi áramfogyasztású egy eszközöcske. Nagyon hasonlít hozzá, majdnem ugyanígy néz ki a mágneses térerőszenzor. Ugye, aki a méréshatárt nézi, ugye 1,3 és 8,1 Gauss között tud mérni. Hozzáteszem, hogy a Föld mágneses tere Gaussban fél Gauss, tehát ugye a mágneses térnek a sokszorosát is meg tudja mérni. A mérési szaporoság itt is igen nagy. A tokozás ugyanaz, ez egyébként mindaz előző, ez a szenzor, a mágneses és a gyorsulás szenzor az új telefonokban egy tokba kerül bele, és ennek a toknak a mérete most már van, hogy 1 mm-szer 3 mm-szer 2 mm. Tehát magyarul ez zsugorodik össze. Ha most az ember szétszedi a mobiltelefonját, tehát hogy is mondjam, informatikus legyen a talpán, hogy megtalálja, hogy melyik az a szenzor. Tehát azt lehet látni, hogy ahogyan csökken a mérete, de egyenes arányban csökken a teljesítménye is. Hát így néz ki egy ilyen adatlap, egy datasheet, arról, hogy amikor az ember egy ilyen szenzort meg akar venni, és saját maga be akarja valahova építeni, tehát itt mindenféle digitális jeleknek a kihozatalától is kaphatunk információt. Ugye ahhoz, hogy ezzel egy mobiltelefonnal az ember tudjon fizikaórát tartani például, akkor tudnunk kell, hogy az érzékelők be vannak építve a mobiltelefonokba, ott keletkeznek az adatok, ugye, amit meséltem, hogy ez oda be van építve egy komputer, ezzel a komputerrel kell szolgálni, onnan kell kivarázsolni tanításunk számára a tanítási helyzeteinek megfelelő, igényének megfelelő adatokat. Ugye, hogyan lehet ezt csinálni? Hát ugye, én három élethelyzetet találtam ki, hogy az egyik a leggyakorabb, amit a tanár találkozik, hogy órán frontális módon kísérletezik, mondjuk a mobiltelefonját felakasztja egy madzagra, aztán ingaszerűen megrengeti, és akkor ugye lehet látni, hogy a komputernek, vagy a mobiltelefonnak a szenzor a gyorsulásából
egészen komoly adatokat, információkat fogunk tudni megtudni arról, hogy egész pontosan hogy is mozog az a test, amit föllógattunk. Ugye ahhoz, hogy a mobiltelefonból kiszedjük az információt, az a mobiltelefonnak kommunikálnia kell a világgal. Ugye ez többféleképpen is teheti, az egyik, ami a leggyakorabb az, hogy egy wifi adatokon keresztül küldi, aztán küldheti Bluetooth-on, és aztán, hogyha valaki, hogy is mondjam, pazarló módon akar, akkor a mobiltelefon hálózaton keresztül adatokat is lehet átküldeni, bár az a legdrágább ebben összességében. Hát ezt azért mondom, hogy az a legdrágább, mert amikor nekem érettségiző fiam van, tehát nagyjából ezt a korosztálynak az attitűdjét úgy gondolom, hogy elég sokat tudok róla, tehát valószínűleg minden nap iskolába, középiskolába tanít többet lát, de az a lényeg, hogy a gyerekeknél általában ez az, hogy mennyibe kerül, az a legritkább esetben szokott előfordulni, legszebb esetben a szülőtől kivasalja azt, hogy ő neki ez jár. Úgyhogy ez csak azért mondom, mert ahogy én elmondtam ezt, hogy mibe kerül, azt azért akár mi órán is elmondhatjuk a gyerekeinknek, hogy adott esetben talán jobban járunk, ha takarékoskodunk. No, hát ugye a mobiltelefon mellett azért a tableteket is meg kell említeni, azokkal is el lehet mindezt végezni. A tabletek ugye annyival másabbak, hogy azokkal nem szokás telefonálni, bár van a kettő között is átmenet. Mindenhoz, hogy ezt egy fizika tanár, vagy egy kémia, biológia, vagy bármiféle tanár, aki ezeket a méréseket szeretni az órán felhasználni, akkor föl kell készülni az okostelefon, tablet használatára, ugye ezekhez mindenféle ilyen vezeték, olyan vezeték, wifi, Google, tehát ezeket a fogalmakat, amik ezen a képernyőn látnak, ezekkel tisztában kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy azért hozzáteszem, hogy ezekben a témákban az a generáció, akit tanítunk, nagyságrendekkel az átlag tanár előtt van. És ez azt jelenti, hogy azért az átlag tanár szeret az órán, hát az én magam stílusában mondom, szeret villogni, szereti a felsőbbségét mutatni, és éppen azért azokat a szituációkat kerülik az átlag tanár, amiben menő a profi. És azért ezt nem is lehet elítélni ezért senkit. Aztán vannak olyan emberek, jó pár ilyen embertől, akik nem által órákat gyakorolni mindösszesen, csak azért, hogy ebben a dologban is jobb legyen, mint a tanítványai. Mondjuk, ha mindenképpen szeretnénk egy embert megnevezni személy szerint, azért Pilát Károly barátom, az maximálisan ráismerhetnek ezekből, amiket elmondok. Tehát ő adott esetben még az sem által, hogy szoftvert ír a mobiltelefonra, meg tabletre. Ugye, akkor most az a kérdés, hogy hogyan tovább, és amiről szeretnék beszélni, hogy a mobiltelefonból ugye nem kevés készül. Ez azt jelenti, hogy azt mondják, hogy ma több mobiltelefon van üzemben, mint ahány a Földnek a lakosa, tehát vagy legalábbis azzal összemérhető. Magyarországon egyértelműen azt lehet tudni, hogy 1,2 körül van az egyfőre jutó mobiltelefonok száma. Tehát az, hogy ragaszkodnak az emberek a mobiltelefonjukhoz, ez nem is olyan egyszerű, hanem a mobiltelefonja itt hozzáragaszkodnak. Na most akkor ez azt jelenti, hogy a gyártók ezeket az eszközöket, a szenzorokat iszonyatos mennyiségben gyártják, ezért aztán eljött annak az ideje, ezek az eszközök filléresek. Egy eszközökké váltak. A filléres alatt ez persze azt lehet mondani, hogy átlag ember számára elérhetőek, és ezek az átlag ember számára elérhetőkből végül is aztán először csak a félprofesszionális, amatőr félprofesszionális, most aztán később már profik is rájöttek, hogy érdemes nem csak mobiltelefonba beleszerelni a szenzorokat, hanem nagyon profi alkalmazásokba. Ugye, ha valaki körülnéz a smartphone-ok világán, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a szenzorok ma már a háztartás vezérléssel egyértelműen nagyon jól lehet használni, és úgyhogy nem eljött az, hogy a taneszköz tervezők és eszközkészítők is rájöttek arra, hogy érdemes ebbe az irányba menni. Az az eszköz, amit én szeretnék megmutatni, az ezekkel mind föl van szerelve. Ez egy kis kocsi, aminek most még nem látszanak a kerekei,
De azt nyugodtan tudjuk mondani, hogy ez az eszköz tele van szenzorokkal, ez az eszköz az adatait, ha azt tesszük, akkor ennélkül a speciális számítástechnikai tudás nélkül el tudja mutatni egy számítógépbe, és ez a számítógéphez hozzá van kapcsolva, illetve fut egy szoftver, amivel tanítani lehet. És ezt igazából olyan emberek írták meg, olyan pedagógusok és mérnökök készítették, akik kimondottan ismerik azokat a szituációkat, amiket mi tanítani szeretnénk, és ezzel meg lehet tenni. Ha megnézzük, hogy ha valakinek van, megszerez egy ilyet, akkor nem biztos, hogy azonnal szét fogja csavarozni, de meg lehet találni, hogy hogy néz ki ez belülről. Nézzük meg, hogy miket lehet látni. Hát ugye az a panel, amit szépen ki van emelve, erről a panelról beszélek, erre föl van integrálva mindaz, amit az elejében mutattam, tehát ezek a szenzorok ebben a kiskocsiban. A kiskocsinak van egy nagyon izgalmas szenzor része, ami a mobiltelefonokban nem szokásos, de mégis itt megfigyelhető, ezen a keréken, ugye ez itt hátul ez egy kerék, ennek a keréknek a tengelyén ide felraktak egy tárcsát, ezen a tárcsán pedig lyukak vannak. Ezeken a lyukakon, hogyha fény bocsájtunk keresztül, a tárcsának a küllői hol kitakarják, hol átengedik a fényt a két küllő között, és ebből a váltakozásból meg lehet mondani, hogy mennyit mozdult el a kiskocsi, ezáltal akár milliméter pontossággal meg tudjuk mondani, hogy az elindulásától jövő hány milliméter vagy hány tizedmilliméter mozdult el. Világosan látszik az is, hogy ez a kiskocsi abban az esetben, hogyha mér, akkor három, de két nagy különbséget lehet tenni, hogy amikor mér és elraktározza az adatait és nem küldje el sehová, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, amikor folyamatosan online módon küldi az adatokat, és amikor egy adat keletkezik, az egy nagyon rövid időben megjelenik a képernyőn is. Ennek eredményeként ugye az egyik esetben, amikor ilyen online módon működik, ez maximum néhány száz, mondjuk max. 500 mérést tud másodpercenként megcsinálni. Abban az esetben, hogyha nem online mérünk, hanem ide helyben rögzítjük adatot, azt írja a leíró, akár 5000 mérést másodpercenként. Ami, hogy óvatosan fogalmazva, kinek kell egy olyan mérési adatsor, amiben egy másodperc alatt 5000 mérési adat keletkezik. Úgy is mondhatnánk, hogy ezek messze fölül vannak azon, ami egy fizikatanárnak szükséges. Úgy is mondhatnánk, hogyha 5000 adatot kapunk másodpercenként, akkor azon már ember, akarom mondani, igen, tehát ember legyen a talpán, aki ezt föl tudja dolgozni, éppen ezért aztán rábízzák a számítógépre. Közben mutatom, hogy mit vannak beépítve még ebbe az eszközbe. Azért is raktam ide, hogy el ne felejtsek mindent felolvasni róla. Tehát itt látjuk, hogy az oldalán, ennek az eszköznek az oldalán, ezen a részen itt meg lehet tölteni. Itt egy USB töltő. Itt meg lehet látni azt, hogy be lehet kapcsolni. Ide van beépítve ez a kerék a hozzávaló encoderrel, amit nemes egyszerűséggel csak mozgásérzékelnek fordítottam, akkor itt van egy olyan szerkezet, ami a három tengelyű gyorsulásmérő, ide be van építve egy erőmérő szenzor, tehát igazából, aki fizikát tanított, biztosan azt fogja mondani, hogy az Úristen milyen egyszerű, szenzációs dolog, de egy időben szimultán tudunk mérni erőt és gyorsulást, és az F=mc/A képletet, ha jól értelmezem, akkor másodpercenként 500-szor tudjuk megmérni, és meg tudjuk nézni, hogy tényleg a kettő arányos-e. Az világos, hogy ha ez a kettő arányos, akkor nagyon egyszerű görbék fognak kijönni, abban az esetben ezeket a diagramokat ábrázoljuk. Azt hiszem, hogy ha nézzük tovább, akkor még érdemes megnézni azt is, hogy miket tudunk vele mérni. Az erőmérő képes arra, hogy plusz-minusz 100 newton, tehát húzó és nyomó erőt egyaránt tud mérni. 1/10 newton a felbontás, tehát az azt jelenti, hogy a legkisebb változás az 1/10 newton tud lenni, és a mérési pontossága 1%. És a műtevételezés sebessége 500 mérés másodpercenként, tehát ez azt jelenti, hogy ha meggondoljuk, akkor ez valami észreszejtően
nagy lehetőség. Ez mondjuk 10 évvel ezelőtt még nem biztos, hogy professzionális laboratóriumokban ilyen mérés lehetett csinálni. Tehát a processzorok, a szenzorok és a processzorok közös fejlődése hihetetlen távlatokat nyit meg mennünk. A másik rész ugye a mozgás átalakító, tehát az encodernek a helyzet meghatározása, itt lehet olvasni, 2 tized milliméter pontossággal tudjuk megmondani, tehát amikor a szerkezetünk elindul, az elindulás pillanatától kezdve kezd mérni, és onnantól minden egyes 2 tized milliméterre nagyobb elmozdulást fogunk tudni mérni. Tudunk mérni sebességet, ugye ez ugyanebben a helyzet meghatározással függ össze, ha akkor, amikor az egyik küllő kitakarja, és majd újra világítani fog ez a encoderünkön ez a fénykapu, kényműködő rész, akkor azt lehet mondani, hogy ha akarjuk, meg tudjuk 3 méter per sekundum sebességig mérni a kiskocsinak a mozgási sebességét, és ezt meg tudjuk tenni 100 mérést másodpercenként. Tehát ez azt jelenti, hogy az út, az idő és a gyorsulás szimultán mérhető. Tessenek utána gondolni, hogy az út, az idő és a gyorsulás az mindent elmond arról, amit úgy mondunk, hogy kinematika. Tehát addig, amíg nem keressük azt, hogy mi hozza létre a munkát, vagy az mi hozza létre a mozgást, addig ugye csak le akarjuk írni, hogy hogyan mozog, azt úgy hívják, hogy kinematika, részt is, ugye három kérdés kell a kinematikában megválaszolni, hol van, mekkora a sebessége, mekkora a gyorsulása. És ugye ez ebben a kiskocsiban szimultán egyszerre legalább 100 mérés másodpercenként meg tudunk tenni mind a háromból. Tehát azért ez elképesztő, de igen, és hát ahhoz, hogy a mérést ezt megfelelő pontossággal és biztonsággal el tudjuk végezni, ez annyit kell csak tennünk, hogy legalább 30 méter közel kell menni ez az autó, ez a kiskocsihoz. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a körzetben, 30 méteres körzetben bárhol elhelyezhetjük a komputerünket. Tehát ez azt jelenti, hogy a távlataink akkorák, hogy ez szerintem nincs olyan tanár, aki ezt túlzottan ki tudná használni. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy akinek ez kevés, az azért azt tegye fel a kezét. A másik oldalon. Ugye, most az összefoglaláson végén nem is szeretnék elmondani, hogy ahhoz, hogy a tanárok ezeket az eszközöket, ha megkapják, akkor tulajdonképpen át kell gondolni a fizika órán a kísérletezést. Gondoljunk bele, hogy egy lejtőn való mozgás, az, mondjuk az én gyerekkoromban úgy nézett, hogy volt egy galilei féle lejtő, többnyire turván 2 méter hosszú volt, volt benne 4 darab bájó, és 4 darab golyót egyszerre lehetett elindítani. És ez az eszköz az úgy nézett ki, hogy 1, 4, 9 és 16 deciméternél volt egy kis csőbetű, elindítottuk egyszerre a 4 golyót, és akkor ugye, azt kellett megfigyelni, az indításhoz képest az 1, 4, 9, 16 deciméter, ez mindig ugyanakkora idő telt el, tehát az elindítástól az első csöngetésig eltelt idő, pontosan annyi volt, mint az első csöngetés és a második csöngetés között, és így tovább. Hát tulajdonképpen a négyzetes úttörvényt így módon lehetett igazolni. Ugye még emlékszem, hogy én, amikor először hallottam, akkor azt mondta, hogy ugye halljátok gyerekek, hogy ezek egyenletes időként csöngetnek. Szóval ez az igazság, hogy nem volt olyan meggyőző, hogyha az ember nagyon kötözködő formában volt, akkor tulajdonképpen nyugodtan mondhatta, hogy én nem hallom, hogy egyenletes. Most ez, ennek az esélye sem adatik meg, hiszen annyira szofisztikált a mérés, hogy egész egyszerűen a legnagyobb dal az lesz, tehát az egész egyszerűen nem tud a gyerek ebbe belekötni, a legnagyobb dal az lesz, hogy elhitessük a gyerekkel, hogy amit lát, az valóság. Tehát az a leglényegesebb dolog, hogy amit az ember egy eszközbe visz, én azért szerettem a falék egyszerű eszközöket, ha én beviszek egy teáskannát, és azt mondom, hogy ezzel fogok kísérletezni, annak azért örülök, hogy a teáskannáról mindenki láthatja, hogy egy egyszerű dolog, nincs benne semmi, úgy mondom, az ember számára megmagyarázhatatlan dolog. Ha vele gondolunk, mesélj el nekem valaki, hogy hogyan fogja megmondani a
kiskocsit hol vagyok. Tehát ugye ezeket a dolgokat sokkal nagyobb, hogy is mondjam, macera lesz elmagyarázni egy tanárnak, hogy ez az eszköz, amivel mérünk, az hogyan működik. Ez sokkal nagyobb feladat lesz, hiszen maga a mérés, majd nem sokára fogunk egy mérést végezni, maga a mérés az nem fog tovább tartani 3 másodpercnél, és ez alatt a 3 másodperc alatt eldől minden. És utána a feldolgozás ennek akár a 100-szorosa is lesz. Már nem a számítógépnek, csak az, hogy kivetíti az ember a számítógép képét, és akkor azt fogja látni, hogy van egy egyenes, és akkor meg kell nézni, mi van a tengelyeken. Tehát igazából ez lesz az igazán nagy feladat, hogy a gyerekei számára ne csak egy box legyen ez az egész, hogy kijön belőle valami, és nem tudtuk meg, hogy mi ment be. Tehát magyarán, ugye nagyon sok ember úgy van, hogy megkérdezik, hogy mi van a mobiltelefonodban, és akkor azt mondják, hogy hát van benne Facebook. Na de hát nem Facebook van benne, könyörgöm, hanem ami benne van, ami az egészet lehetővé tesz, hogy mondjuk a Facebookot lássuk, az egy eszköz. És ez az eszköz, hogyha az ember megpróbálja megérteni, akkor azt mondhatnám, hogy a természettudományos és mérnöki végzettség hiányzó embereket nem egyszerű elmagyarázni. Egyáltalán nem egyszerű elmagyarázni. Én azt mondanám, hogy azért szeretném látni azt, hogy az átlag egyre normál fizikatanár hogy magyarázza el, hogy a kapacitív képernyő hogyan működik. Az, amit ugye az új munkkal simogatunk, egy újjal, két újjal, mindenféle mozdulatokkal, és azt csinálja, amit szeretnénk, illetve amire megtanították. Szóval azt kell mondjam, hogy ez a forradalom, ez a számítástechnikai forradalom most jött el abba a részbe, amikor alapjaiban fogja megváltoztatni az eszközök a világunkat. És nézzék az a kép, amit ide kiraktam, hogy már a gyerekeink között is generációs szakadék látszik. És hát igazából, hogyha nem úgy akarunk tanítani, hogy hidd el kisfiam, hiszen ott a képernyőn az a görbe az van, hogy ugye fölhívjuk, hogy F egyenlőmszer A, ránézzünk a képlapra, és azt mondjuk, hogy nézzétek meg tényleg az F egyenlőmszer A. Ez persze tényleg az, hogy ez gyönyörűen kijön. Csak az a nagy kérdés, hogy a gyerekeinket fogjuk-e tudni abban motiválni, hogyha ilyen gyorsan elő lehet állítani, akkor fontos lesz-e neki például a törvény. Tehát, ami a nagyon gyorsan megmutatható, de nem is biztos, hogy a gyerekek számára fontos lesz. Illetve nekünk lesz a feladatunk, hogy ezt jól elmondjuk. Nem egyszerű ezeket az eszközöket, amikor már megszedte az ember, beilleszteni egy olyan órába, amit megszoktunk. Mert ugye az átlag, én magamról beszélek, hadd mondjam magam átlagos fizikatanárnak, amikor bemegyek és az eszközöket beviszem, akkor ugye amit látunk, azt először is el kell, tehát hogy mondjam, hát egy teljesen készhet az ember betol a tanterembe, abban a pillanatban legurítja mondjuk a kiskocsit a lejtőn, és aztán megjelenik egy diagram. Ennyit lát a gyerek. És hogy ebből hol lesz a fizika, és ez hogyan lesz ebből olyan természettudományos ismeret, amit mi úgy szeretnénk a gyerekeknek átadni, hogy ez tovább a világot jól megismerjék, ez nem teljesen triviális. Szóval az a helyzet, hogy megváltozott a világunk, nagyjából ez a kép is mutatja, hogy hogyan. Mindent lecserélünk, ami a világunkban van, és az a döbbenetes, hogy nagyjából egy helyre kerül be, és amit ez ad nekünk, az, hogy mi jobban tudunk majd olyan eszközöket, sokkal szofisztikáltabb és csillivillibb eszközeikkel tudunk majd dolgozni, amelyek nagyságrendekkel pontosabban igazolják a törvényeket, csak az a kérdés, hogy ezt a gyerek érdeklődni fog iránta, és általában jobban meg fogja ismerni a világot. Az a helyzet, hogy ehhez szerintem ehhez meg kell majd változtatni a fizika tanításának a módszertanát. Biztos, hogy el kell változni, föl kell nőni ahhoz, hogy a tanítás, tehát én azt mondom, hogy az ember bemegy egy ilyen eszközzel a tanterembe, akkor az elsődleges dolog majd az kell legyen, nem az, hogy mekkora, hogy hogyan működik az eszköz, nem erre kell majd figyelni, hanem arra kell odafigyelni, hogy a gyerekek, amikor csinálunk valamit, hogy reagálnak. Mert amikor úgy kísérletezik az ember, hogy csak az eszköz nézi, elveszi a szemkontaktot a gyerekekkel,
akkor nem tudjuk megnézni azt, hogy az oktatásunk mekkora sikere van. Illetve már meglátjuk a dolgozatnál, de az már kicsit késő. Hát az lenne a normális, szerintem az ember akkora magabiztossággal tudna bemenni a tanterembe, hogy az eszközökre nem nagyon figyel, hanem csak arra, hogy a gyerekeknek a szeme, az őt fókuszálja az eszköz, hogy esetleg teljesen máshol jár. Úgyhogy ezek után arra gondoltam, hogy egy-két kísérletet szeretnék megmutatni. A próbák alatt bevaló férfiassal nem sikerült a videokamerát úgy beállítani, hogy az teljesen jó legyen. Ettől függetlenül én most megpróbálok egy képernyőt mutatni még. Ez maga az a szoftver, amivel magát az eszközt lehet fölélesztani. Tehát én most fogom, idehozom a két kiskocsit, mert ebből a kocsiból rögtön kettő is van. Ez a két kiskocsi, egy szíros és egy kék. Ha bekapcsolom az egyiket is, meg a másikat is. És azt mondom, hogy lesz szíves megkeresni, hogy milyen eszközök vannak, akkor pillanatokon belül meg fogja találni a két kiskocsit, ugye, és akkor ezeket a kiskocsikat hozzávált, tehát eldöntjük, hogy hozzájuk kapcsolódunk. A hozzá kapcsolódás az azt jelenti, hogy utána már tudunk majd vele mérni, kapcsolódunk hozzá másikhoz is, és tulajdonképpen a kapcsolódás után lefogjuk ezeket a kiskocsikat, először az egyiket, aztán a másikat le fogjuk gurítani egy lejtőn, és megnézzük, hogy milyen adatokra lesz nekünk lehetőségünk. Ugye most a kompjúterünk odáig jutott el, hogy szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy itt vannak a szenzorok felsorolva. A két kocsiba beépített szenzoroknak ezen a részen lehet látni, milyen szenzorokhoz férünk hozzá. És akkor ezek közül mondjuk kiválasztunk az egyszerűség kedvéért egy erőt, és akkor ennek a kiskocsinak az erőszenzorának a mérését mindjárt el is fogjuk indítani. Tehát elindítom a mérést, és amint látják, illetve még nem látják, csak kezembe vettem ezt a kocsit, most éppen nem nyúlok hozzá, az ujjammal egy pillanatra megnyomom, és szerintem nem lehet, szépen lehet látni, hogy ahogy én periodikusan nyomogatom, az erőszenzor az felveszi a méreteket, vagy felveszi az értékeket. Azt is lehet látni, hogy itt másodpercenként, itt az alján lehet látni, másodpercenként 20-szor veszünk ebből mintát. Most nézzünk egy másik mérést, ezt a mérést szépen itt felejtjük, itt hagyjuk, és elmegyünk vissza egy másik méréshez. Mondom, hogy igen, jó. Egy pillanat, megyünk tovább. Igen, azt mondja, hogy ja, igen, beállítottuk, azt mondja, hogy most megállítjuk ezt a mérést, igen. Na. Most szeretnénk megszabadulni ezektől az adatoktól, valamilyen oknál fogva, aha, jó. Szépen megszabadulunk az összes eddigi adattól, megyünk tovább, és akkor megnézzük, hogy hol is állunk, ezek után megyünk. Igen. Jó. Tehát akkor a következő mérésbe fogunk belefogni. Igen. Connected device, igen, azt megyünk szépen tovább, és akkor itt vannak a szenzoraink, egy pillanat alatt ki fogja írni. Az az igazság, hogy ez nem annyira lassan, mert szerintem ennek a számítógépnek a memóriája és a processzora nem a legnagyobb mennyiségben található, tehát tulajdonképpen az a lényege, hogy
hogy nekünk egy kicsit lejjebb kell menni. Na mindegy, szóval elmegyünk egy ilyen gyorsulásmérő szenzort meg fogunk nézni, és nem tudom a képernyőnket, hogy mit látunk a képernyőből. Azt jó lenne valahol látni, hogy kamerát látunk-e. Azt mondja, hogy igen. Igen. Jó, tehát ez a piros kocsit fogjuk megmérni. Igen. A piros kocsit azt szépen én ide kirakom a... Elindítjuk a mérést. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a kiskocsi egyre gyorsabban, vagy egyre lejjebb és lejjebb ütközik a falával rugalmasan, tehát ennek a lejtőnek. Szerintem eléggé szépen mutatja azt, hogy hogy is történik egy mérés. Szerintem az idő alatt egy kicsit besötétedett, valamennyi fényt próbálunk csinálni. A képernyőn, amit látunk, az tulajdonképpen nem más, mint a vízszintes tengelyen találjuk az időt, és a függőleges tengelyen pedig találjuk a gyorsulást a lejtő irányában mérve. Lehet látni, hogy egyenletes a gyorsulás addig, amíg a kiskocsi gurul lefelé, aztán amikor a mágneses asztalhoz a mágneses taszító a hatás révén a vége az elér, akkor onnan visszapattan, és tulajdonképpen nagyon szépen lehet látni, hogy a mozgás hogyan csillapodik, hogyan halad. Az a helyzet, hogy nekem, hát én annyit szeretnék ebből az egészből kihozni, hogy egy pillanat, kitapcsoljuk ezeket az adatokat kitörlöm még egyszer, hogy lássuk ezeket a dolgokat. De igen, kitörünk mindent, visszatérünk az eredeti mérési helyünkre, és igen, akkor jó, mehet, igen, és tulajdonképpen az van, hogy a mérést még egyszer elindítottuk, annyi történik, hogy ennek a kiskocsinak az időben meg tudjuk mérni a gyorsulását. Azt is, hogy a legtetejétől a legaljáig mennyi idő alatt ér el, az is megállapítható benne, mekkora volt a gyorsulása legalján. Úgyhogy amit szeretnék ebben az egészből kihozni, hogy tulajdonképpen meg is állíthatjuk ezt a mozgásnak a figyelését. Ezeket az adatokat próbálják meg végig gondolni egy elalvás előtt, hogy hogyan mutatnák meg a diákjaiknak például ezt az eszközt. Amit még mindenképpen szeretnék megmutatni, ha már úgyis itt vannak ezek az eszközök az asztalon, hogy milyen eszközök, milyen szenzoraink vannak még. Itt van egy szenzor, aminek most csak bemutatására nem nagyon valószínű, hogy lesz idő. Ez a szenzor, ez egy Bluetooth-on keresztül egy távolságmérő szenzor. Ez azok közé tartozik, amely kibocsát egy ultrahangot, és az ultrahang, ahogy visszaverődik, a futási idő hosszokat tudja ábrázolni, és ennek segítségével tudja megmondani egy másodperc alatt, akár több százszor, hogy hol, milyen távolságban található a kiskocsi. Tehát, hogyha nem a kiskocsinak a szenzorait akarjuk mérni, hanem meg tudjuk mérni azt, hogy ettől a távolságtól a kiskocsi milyen távol van. Egy mozdulattal föl lehet rögzíteni ezt a szenzort. Ezen kívül még csak így a villigoldás okán mutatok, hogy mérhetnénk a szenzorral hőmérsékletet és sok minden egyebet. Én azt gondoltam, hogy a kísérletek közül talán a legunalmasabbat fogom megmutatni, mert csak azért, mert ezt biztos nem néznék meg azon a hónapon, ahol ezeket a kísérleteket meg lehet nézni. Tehát ennek okán szeretném megköszönni a figyelmüket. És hát ahogy én tudom, a forgatókönyv szerint még van lehetőség arra, hogy önök kérdezzenek tőlem. Köszönöm a figyelmet! Nem tudom, hogy mennyire lehet látni és hallani minket.
van-e kérdése valakinek? Szerintem lehet, hogy a Attila akkor meg is adja a szót. A chatben van már kérdés, a chatben. Aha, nem értem, de ezek nagyon elszaladtak, itt nagyon sok kérdés látok. Még egyszer, itt az eszköz tetszik, de a gépen van, mi értelme van szentgyoros mobilnak, miért kell itt a mobil? Hát az az igazság, hogy lehet, hogy nem magyaráztam el elég jól, én azt mondtam, hogy a számítógépen mérhetünk mobillal is, főleg, ha mondjuk az iskolának nem adatik meg, hogy vegyen egy ilyen eszköz. Ugye az világosan látszik, hogy ha hókedvi sarkán kell összeállítani egy fizikai mérést, akkor azok esetben az egyébként is ott levő gyerek vagy tanárnak a mobiltelefonját lehet használni mérésre. Abban az esetben viszont elvárás az, hogy a gyerek és a tanár jól ismeri a mobilt, és minden olyasmit meg tudjon csinálni, ami a mobilra nem arra tervezték, hogy fizikórán kísérletezzük, hanem hogyan lehet olyan szoftvert írni hozzá, amiből mondjuk meg lehetne mondani azt, hogy egy, tudom, egy gyorsulás, vagy egy egyéb dolog, az hogy alakul. Nem tudom, hogy a kimerítő volt a válasz, de az a lényeg, hogy abban az esetben, hogyha nem mobiltelefonnal akarunk kísérletezni milyen eszközzel, akkor sokkal kevésbé kell az órára rákészülni, hiszen úgy fogják megcsinálni ezt az eszközt, ettől így a taneszköznek, hogy a tanártól való elvárás sokkal-sokkal kisebb lesz. Amit még szeretnék mindenképpen megmutatni, hogy mennyire jól vannak ezek az eszközök, mennyire jól vannak megtervezve. Ezekhez az eszközökhöz tartozik egy katalógus. Ez a katalógus arról szól, hogy minden egyes oldalán le van írva, hogy hogyan kell egy kísérletet megcsinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy kúbbuknak is lehet, egy receptkönyvnek, és le van írva, hogy állítsuk így össze, és ezt fogjuk mérni, és így kell megcsinálni. Tehát ha történetesen, ugye a legnagyobb baj az szokott lenni a tanászközökkel azokkal, amiket egy évben csak háromszor használ az ember, hogy két használat között én legalábbis elég gyakran elfelejtem, hogy hogyan kell ezeket használni. Tehát akkor ugye abban megy el nagyon sok idő, hogy hogyan kell ezt az eszközt bemutatni, beállítani, és itt ezt még előre megírták nekünk, tehát igazából ezek hallgatói mérési jegyzőkönyvek alapjául szolgáló bemutató eszközök, hogy hogyan kell a mérést elvégezni, tehát még a diagram kiértékelése is ad, hogy is mondjam, tanácsot, illetve ötleteket. A leglényegesebb dolog, hogy minden egyes kísérlet ezek szerint nem csak, hogy meg van csinálva az eszköz, hanem tanári fejjel végig van gondolva, mert hogy mindegyikben leírják, hogy az órán hogyan kell ezt bemutatni. És szerintem ez a legizgalmasabb rész benne, tehát nem önmagában egy olyan eszköz, hogy messze itt van, azt csinálj vele, amit akarsz, hanem hogyha nincs ötleted, akkor én itt van, profi módon megszerkesztett. Hát ezt nyugodtan mondhatnánk, hogy átlag ember megnyalná 10 ujját, hogyha ilyen tankönyvet kap.